1956. október 23-án este 9:30 a budapestiek ledöntötték Sztálin szobrát. A szobrot 1951-ben a szovjet diktátor 70. születésnapjára állították fel. A 8 méteres óriás a Városliget szélén állt, hogy köszöntse a felvonulókat, akiket a kommunista ünnepekre vezényeltek oda. Sztálin szobra a szovjet megszállást, az idegen uralmat és az általuk ránk kényszerített kommunista diktatúrát szimbolizálta. Október 23-án este a Blaha Lujza téren összegyűlt tömeg magától indult el, hogy a zsarnokság gyűlölt szobrát ledöntse. Először acéltrótokat erősítettek a szobor nyakába, amiket teherautókkal próbáltak elmozdítani, de nem jártak sikerrel. Néhányan egy közeli ipari iskola műhelyéből elhozták a lángvágót, és azzal vágták le Sztálint a csizmája felett. A szobrot ezután egy darus kocsival döntötték le. A Sztálin monstrumból csak a csizma maradt a helyén. A forradalom napjaiban a korábbi Sztálin teret el is nevezték csizmatérnek. A ledöntött szobrot a Blaha Lujza térre vonszolták, és szétvágták. Sztálin szobrának ledöntése a forradalom egyik legerősebb szimbólumává vált. Jól kifejezte azt az elszánt dühöt, ami a magyarokat fütötte, és azt a felszabadult, örömteli népünnepély hangulatot, ami a forradalom kezdeti időszakát jellemezte.